Akkor is adja be középre. Magas földi. Teszi vaj az utagoljnak. És megvan a lövés. És rögtön gól. A mérkőzés első percében rögtön megszerezzük a vezetést. Gazdag Vajk. Most mutatja a figurát, jön be a labda. Jó az íve. Nem jó még, Kocsis előtt, Kocsis. Élesen. És Magasföldi József. És betalál. Kocsis. Krüpics. Lövésre visszatják a társak. Nagyon pontos labdát tesz. És a cserek. Az éppen beállt Kanyicki Kirió, az, aki a félidő elején, a második félidő legelején betalál. Jól jön be, elszáll mindenki fölött, de még ott van. És megvan a negyedik találatunk is. Jól tör be, még mindig kicsún. Farkas, elől. És Kocsis Dominik, igen. Megduplázza góljainak számát, és az ötödik találatunkat szerzi. Kocsis. És Kocsis visszapasszol, viszont már nem jó. Nagy Palóchoz kerül. Most Szinai. És Szinai megszerzi a vendég találatot a 65. percben. Most a beadás. És Magasföldi! Magasföldi ismét betalál. Farkas tovább áthámozza magát. Szinai még mindig. Szinai. Megint Szinai. És hát ez a harcosság, ez tényleg ez volt érte 79. percben. 6-2-re nyertünk Tar András ide ellen. Itt vannak. Itt van 4 gól velem szembe. Ha 11-es van, kilövi el. Lehet, hogy a Vajk. Nem tudom, megbeszéltük volna nyilván, de mivel nem volt így, nincs különösebb jelentősége, meg szerintem a Dominik nevében is mondhatom, hogy nem az a lényeg, hogy ki duplázott, vagy ki nem duplázott, ezt a meccset meg kellett nyernünk. Tudtuk jól, hogy nyilván ennek is meg lesz a maga nehézségi faktora, meg is volt, mert voltak szenvedősebb pillanatok, de hála Istennek nyertünk, úgyhogy azt gondolom, hogy jó formában vagyunk. Te is hol játszottál, lőttél 2 gólt, hogy érzed magad a mérkőzés után? Egyértelműen jól érzem magam, hál' Isten sikerült 2 gólt szereznem, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy a csapat nyert, és hát ez egyértelműen jó. Mennyire volt elvárás, vagy mennyire volt az nyomás, hogy most azért a győzelmi kényszer rajtunk volt? Hát igazából az őszi meccs az annyiban más volt, hogy még szerintem nem engedték el ennyire a szalmaszálat ugye az András Idai srácok, illetve a csapat. Megnehezítették az őszi meccsen a dolgunkat ott. Nyilván rengeteg helyzetben nem tudtunk egyszerűen gólt szerezni, tehát volt miért visszavágni nekik. Ez már nyilván annyiból másabb mérkőzés volt, hogy én azt gondolom, hogy egy picit talán szét voltak esve. Ez nem volt le az érdemünkből igazából semmit. Azt gondolom, hogy a csapat tényleg becsületesen felkészült, és nem beszélve arról, hogy ez volt a héten a harmadik meccs, tehát terhelés is megvolt. Áll a jó égnek, úgyhogy tényleg jól jöttünk ki belőle, úgyhogy gratulálok a csapatnak.